Ezen a szakói versenypályán először rendezhettek országos döntőt. A pálya fekvésének és ápoltságának köszönhetően tökéletes helyszínt biztosított a C kategóriás, kettes fogadhajtó bajnoki döntőnek. A pályán 20 akadályt helyeztek el, a számok sorrendjében a bújákon kellett áthajtani a versenyzőknek, a vonalvezetést azonban pár kombináció is megnehezítette. A szabályhoz tartozik még, hogy egy segédhajtó jelenléte kötelező volt a versenyző mellett. Ebben a megyében a fogadhajtó sportnak talán az országban legnagyobb hagyományai vannak. Régi, híres lauttenyésztő vidék volt ez, és ennek a hagyományait még sok versenyző, sok lauttartó mai napig is igyekszik megőrizni. Nagyon jó fiatal versenyzők vannak, akik nagy ambícióval és jó szándékkal állnak ehhez a sporthoz, részt vesznek szinte minden rendezvényen, nem kevés fáradtságot, sőt anyagiakat is áldozva, hogy ez sikerüljön, hiszen azt mindenki gondolhatja, hogy azért a lovasport nem tartozik a legolcsóbb keptelések közé. Az ország fogadhajtó társadalmának körülbelül egyharmada Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből kerül ki. Ennek is köszönhető, hogy az országos döntőt épp Szakolyban rendezték. A versenyen kétfordulós akadályhajtáson mérték össze tudásukat a lovasok. Akik dobogóra léphettek szombaton, ők országos bajnokok lettek. Az elért eredmények alapján majd az országos szövetség az, amelyik, hogy úgy mondjam, összeszedi azokat a versenyzőket, akikből úgy gondolják, hogy tovább tudnak majd lépni. A szombati megmérettetésen 50 versenyző mérte össze lovas sport tudását Szakolyban.